Két új az intenzív betegellátás segítő eszköz beszerzésével tették le jelképesen az alapkövét az új belgyógyászati épülettömnek. A több mint 12 milliárd forintos beruházás a Modern Városok program keretében valósul meg 2020-ig. A közbeszerzési eljárásokat már kiírták. Ez egy endovaszkuláris készülék. Ezt a férfit tegnap újraélesztették, majd a testhőmérsékletét 34 fokra hűtötték ezzel az eszközzel azért, hogy az agysejtek pusztulását csökkentsék, mondta Nori Ibrahim osztályvezető főorvos. Ez pedig már egy másik orvostechnikai eszköz, egy olyan lélegeztetőgép, amely MR-vizsgálat közben is biztosítja a beteg légzését. A két műszer üzembe helyezése jelzi, egyre közelebb van az új belgyógyászati tömbépítése. Erről már a kórház főigazgatója beszélt. Csernavölgyi István hozzátette, 2010 óta több mint 14 milliárd forintnyi fejlesztést hajtottak végre a kórházban. A múlt év végére eljutottak oda, hogy lejárt tartozásuk nem volt. Az elmúlt időszakban, tehát ez a múlt 2010-től napjainkig több mint 14 milliárd forintnyi fejlesztésen ment keresztül. Ez érint infrastruktúrát, érint eszközparkot, a humán erőforrás területét is érinti, és számos területen keresztül energetikát, számos területen keresztül megnyilvánul ez a 14 milliárd forint, ami ebben az intézményben realizálódott az elmúlt években. Nyilvánvalóan ennek akkor van értelme, és ez egy nagyon hangsúlyos rész, amikor ez a szakmaiságban meg tud nyilvánulni. Ez az intézmény 2010 óta, az első olyan dátum a 2012 volt, amikor úgynevezett egyetemi oktatókórházzá vált, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi oktatókórháza lett. 2015-ben a Semmelweis Egyetem gyakorló kórháza lett. 14 ellátó területen nyújt legmagasabb progresszivitású ellátást, és vannak olyan betegforgalmi mutatók, amik bizonyítják azt tényszerűen, hogy ebben az intézményben ezek a fejlesztések nem üres falakat építettek. Okay. Ugye nyilvánvalóan kell egy belső tevékenység is, kellenek gazdasági eredmények ahhoz, és sokszor elhangzik az egészségügy kapcsán a gazdasági mutatókról való utalás, általában nyilván negatív hangnemben. Hagyj mutassam meg, hogy ebben az intézményben ez hogy nézett ki az elmúlt években. 2010-hez képest eljutottunk oda 2017-re, belső és külső munka kapcsán, a fenntartóval nagyon szoros együttműködést ápol, és operatíve, azt gondolom, hogy jól együttműködve, 2017 végére ennek az intézménynek lényegében nem volt, illetve nincs lejárt tartozása. Ez azért lényeges, ha továbbugrunk, mert ez mutatkozik meg tényszerűen betegellátási teljesítményekben. Az intenzív osztályunk, ugye, ami súlyos betegeket ápol, a kardiológiánk, a mozgásszervi centrumunk, a pulmonológiánk, sebészetünk, és sorolhatnánk tovább. Tényleg csak kiragadott példák, mind-mind 2013-hoz képest 120-150% fölötti teljesítménymutató növekedést bizonyítanak a napi tevékenységük kapcsán. Megnyilvánul úgy is, hogy ezeknek a fejlesztéseknek egyértelműen volt kézzelfogható hasznuk értelmük, hogy a kórházban töltött idő, az ápolási napok átlagos ideje fokozatosan csökkent, 5,6-ról most már 5-nél járunk 2017-ben. Ez nyilvánvalóan bizonyítja azt, hogy egy racionális, gyorsabb, hatékony ellátás zajlik az intézményben. És ami ugyancsak ezt támasztja alá, az pedig a szakmai mutató, az úgynevezett case mix index, ami én azt gondolom, hogy a maga 15%-os emelkedésével, ami egy ilyen intézményben azért elég jelentősnek mondható, mert nem indult alacsonyról, 2017-re 10-hez vetítve 15%-kal emelkedett ebben az intézményben a szakmai színvonalat mutató úgynevezett case mix index. De ami a lényeg, az az, hogy ez elér-e mind a betegig, mert mondhatjuk mi, hogy szebb falak vannak, szebb eszközök vannak, mondhatjuk azt, hogy ilyenek a szakmai mutatóink, és kevesebb az ápolási, ha ezt a beteg nem érzi. Amire büszkék vagyunk, és az, hogy van egy úgynevezett posta irányunkban, amit azt kértük a betegeket, hogy akik nem kértük, hanem amit hozzánk írnak kérés nélkül, azt kértük, hogy erre az e-mail címre eljutassák, és megjelentethessük. Ez a honlapunkról idézetek, én nem szeretném felolvasni, kiragadott példák vannak itt, de azt gondolom, hogy amikor azt írják, hogy visszaadták a hitemet az egészségügyel kapcsolatban, az azért hosszú távon elég biztató és elég muníció azoknak, akik itt dolgoznak, hogy tegyük a dolgunkat ugyanígy tovább. És úgy fogalmaztunk, ugye, hogy elérkeztünk egy célegyeneshez, és itt nagyon-nagyon kell tudnunk, hogy mi melyik kikötőfele tartunk tovább. És úgy gondolom, hogy tudjuk is. Nyugodtan lépjünk tovább.
A jövő építése úgy zajlik, szintén egyeztetve minden lépésünket a fenntartóval. Két fő vetülete van ennek az iránynak. Az egyik az EFOP pályázati lehetőségek kapcsán, aminek ugye az a szimbolikus alapkörletétele a már itt lévő műszerek. A humán erőforrás fejlesztés, a skill laborok fejlesztése, a dolgozók lakhatását megkönnyítő nővérszálló fejlesztés, az orvostechnikai infrastruktúra fejlesztése, különböző képzési programok megvalósítása. Azért olyan kiemelt támogatások érkeznek a közeljövőben ehhez az intézményhez, és ezt kérem is megjegyezni, közel 1 milliárd forintnyi támogatás fog érkezni az egynapos sebészet kapcsán, közel 700 millió forint fog a lakhatás támogatás kapcsán, a skill laborok kapcsán közel 200 millió forint fog érkezni ehhez az intézményhez. És hogy mitől haladunk mi tovább? Attól, hogy ugye az infrastruktúránkat, a pedig a Modern Város program, illetve hát az eszközparkunkat még pluszba egy kicsit, a Modern Városok program keretei között szeretnénk megjavítani. Tehát amikor úgy fogalmaztunk 2011-2012-ben, hogy körülbelül 16-17-re szeretnénk eljutni oda, hogy lássuk azt a célegyenest, amikor be tudjuk fejezni ennek a kórháznak a komplett fejlesztését, a teljes komplexitásában, akkor azt gondolom, hogy nem beszéltünk a levegőben. Ez a jövőkép így fog kinézni a kórház, ha megvalósítjuk az infrastruktúrát, nyugodtan ugorjunk az új belgyógyászati tömbbel a Modern Városok programok keretében. Itt egy rövid kisfilm, szerintem 40 másodpercnyi erről a Modern Városok programról, ami mutatja ezt az épületet, épületkomplexumot. Ez 12 000 négyzetmétert jelent, ez 5 emeletet jelent, ez mind ambuláns, mind fekvőbetegellátás fejlesztést jelent. Ez a hosszú folyosó rendszeren keresztül látható, hogy egy úgynevezett, bár én nem szeretem a szót, de nem találtam, vagy én nem tudok rá jobbat, megvalósítja azt a komplex tömbkórházat, ahol egy 200-250 méteres sugarú körön belül zajlik majd zárt rendszerben az ellátás, amiről mindig beszéltünk mondjuk 5-6 évvel ezelőtt is. És ha ezt megvalósítjuk, akkor azt gondolom, már pedig megvalósítjuk, mert elérkezett ez a beruházás és a közbeszerzés fázisába, ugye, ami most már hivatalosan is elindult. Tehát úgy gondolom, hogy akkor tényleg kijelenthető, hogy a 21. századnak minden tekintetben meg fogunk felelni. Magyarországon a várólisták a második, harmadik legrövidebbek Európában. Ez a 2010 előtti rossz trendek megfordításának köszönhető, közölte az egészségügyért felelős államtitkár. Ónódi Szűcs Zoltán hozzátette, 2010 előtt senki sem tudhatta, hányan vannak a várólistákon. 2012-ben azonban a kormány az adatokat hivatalossá tette. Ezen időszak alatt a korábbi 70 ezres várólista mintegy 24 ezresre, vagyis a harmadára csökkent a műtéti körben, miközben évente 200 ezer műtétet végeznek hazánkban, tette hozzá. Tudni kell, hogy 2010-ben azért nem egy egyszerű szituációt vett át a Fidesz kormányzat, hiszen az egészségügyre nyilván a válság miatt is nagyon kevés forrás jutott az utolsó években. És hát csak mondok néhány példát, az utolsó 3 évben nem volt mentőautó beszerzés, ami azért izgalmas, mert akkor 3 évvel növekszik minden autónak az átlagos életkora, vagy nem mindennek, az általában az életkor 3 évvel nő, és hát nem is akarom folytatni, szóval nagyon, nagyon nagy gondok voltak. És ennek kapcsán azon látják önök is, hogy itt vidéken azért mégiscsak el lett költve 500 milliárd forint, és a vidéki szót most értsék jól, mert én is vidéki vagyok, tehát ez nem egy olyan jelző volt, amit félre kellene érteni. És az is nagyon fontos, hogy ki kell emeljem, hogy a 12-es állami átvétellel nem szakadt meg a kapcsolata az kórháznak a közgyűléssel, nem szakadt meg a kapcsolata a polgármester úrral. Nagyon jól látszik, hogy a minden egyes fejlesztésnél együttműködés alakul ki a kórház, a fenntartó és a közgyűlés között is. Nagyon jól látszik, hogy hát hogy is mondjam, csak néha nekem is gondom van ezzel, mert olyan erősen lobbiznak forrásokért, hogy nem tudok én sem ellenállni néha ezeknek a források kérésének, hiszen egy ilyen egységes csapattal szemben nehéz nem odaadni a forrásokat. De amit akarok mondani, hogy ha valaki most felmegy Budapestre, akkor azt látja, hogy a budapesti emberek nem ezzel a színvonalon találkoznak. Sajnálom, hogy a média Budapesten koncentrálódik, mert ha eljönnének erre a helyre, ide a kórházba, akkor jól látnák, hogy azok a ügyek, amelyek elettek indítva 2010-ben, annak az első eredményei már látszanak, és jól látszik, hogy tudjuk, hova akarunk eljutni.
hogy mi a kikötő, amelyre a vitorlákat be kellene állítani, milyen szeret kell befogni, és én azt hiszem, hogy az is teljesen jól látszik, hogy ez nem öncélú fejlesztés volt, hanem a betegek érdekében történik minden, az itt élők érdekében történik minden, akik egyébként meg el fognak menni majd szavazni valószínűleg néhány nap múlva itt is. Én azt gondolom, hogy anélkül, hogy nagyon kampányízőt mondanék, azért szeretnék egyetlen egy kérdésben, hogyha egyet tudnánk érteni. Azért 2010 előtt voltak nagyon rossz trendjeink az egészségügyben, amiket sikerült megfordítani az elmúlt 7-8 évben. Mondanék csak néhányat azért, hogy értsük egymást. 2010 előtt senki meg nem merte számolni, hogy hányan vannak a várólistákon. Minden kórház kockás papíron írogatta, hogy mikor tud adni előjegyzést a műtéti városra szempontjából. 2012-ben ez a kormány volt az, aki megmerte azt lépni, hogy egy hivatalos, az OEP és a mostani NEAK által kötelezően vezetett várólistán kell mindenkinek most már adni időpontot, és az akkori 71-néhány ezres várólista hossza, az ma 24 ezer környékén van, azért nem mondok pontos számot, minden héten más és más, harmadára csökkent a várólista hossza ebben a műtéti körben, és tudniuk kell, hogy ez olyan műtéti kör, amelyben éves szinten ebben az országban közel 200 ezer műtét készül. Azt tudom önöknek mondani, hogy a várólista rövidsége szempontjából Magyarország a második, harmadik helyen van. Tehát nem a hosszúság szempontjából, a rövidség szempontjából Európában. A másik nagyon fontos kérdés, ugye 2010-et, ahogy mondtam, forrásokat vontak ki az egészségügyből, 2010 óta minden évben infláció felett növekedett az ELAP mérete, 2018-ban 600 milliárd forinttal nagyobb az ELAP mérete, mint 2010-ben volt. Tehát nagyon hangsúlyos a forrás beáramlás. Én azt gondolom, hogyha megnézi a kórház csak a saját érvbeszámolóját, jól látszik, hogy milyen eredeken növekedett, és az utolsó néhány évben ez a fő összeg. És a legutolsó, ami mindenkit nyilván érint, hiszen a sajtó általában ezt szokta felkapni, az orvos elvándorlás mértéke. 2010 előtt minden évben egyre növekvő számban akarták elhagyni kollégáink az országot. 2012 óta minden évben ez egy csökkenő számot mutat, és azt tudom önöknek mondani, hogy a tavalyi év is már egy nagyon jó szám volt, harmada már csak az elvándorlás mértéke, mint ami 2010 előtt volt. Ami nyilván még mindig magas, hiszen mindaddig, amíg bárki el akar menni ebbe az országba, addig nekünk itt az asztal végén ülnek, mit az, hogy van bele dolgunk. Azért mégis azt kell gondolni, hogy egy növekedő tendenciát sikerült megfordítani. És az lefelé irányul, tehát előbb-utóbb a nulla felé kell, hogy megérkezzünk. Már azt hiszem, hogy miután azért a gyerekeink is lesznek esetleg szerelmesek, lehet, hogy más csábítja őket az országban, és nem csak a munka. Szóval csak azt akarom önöknek mondani, hogy az egészségügyben nehéz ünnepelni, hiszen az ellenfeleink azon vannak, hogy minden eredményt annuláljanak, és minden eredményt bemocskoljanak. Ha valaki eljön ebbe a kórházba és körülnéz, ha valaki eljön ebbe a városba és körülnéz, akkor jól tudja, hogy miről beszélek, és én azt kérem önöktől, és legyenek erre büszkék, és nyugodtan kertsék ennek jó hírét, mert mi, legalábbis én és az asztal mögött ülők biztos, hogy erre büszkék vagyunk. Varga Tamás országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a szocialista kormányok a Szent György Kórház 12 milliárdos fejlesztési tervét előbb 8 milliárdosra csökkentették, majd azt is elvetették. 2010 után az Orbán kormány az első döntések között visszaadta a forrást, és a beruházás már meg is valósult. Azt gondolom, hogy amikor az ember egy döntési helyzetben van, egy döntés előtt áll, és fogódzót keres, hogy mi alapján hozza meg a döntését, akkor azt hiszem, hogy a leghelyesebb, hogyha a tényeket veszi figyelembe elsősorban, és a saját megszerzett tapasztalatait. Kicsit leegyszerűsítve ezeket a számokat, amiket hallottunk, a 2010 előtti szocialista kormányok ennek a kórháznak, a mi Fehérvári Szentgyörgy kórházunknak a 12 milliárd forintos fejlesztési elképzeléseit először 8 milliárd forintra csökkentette, majd a 8 milliárd forintos fejlesztési elképzeléseket is egyetlen mozdulattal kidobta az ablakon. Ezek a tények 2010 előttről. 2010 után az Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével megalakult kormány első döntése volt, hogy azt a bizonyos 8 milliárd forintos fejlesztési elképzelést megtárgyalta, és igen mondott rá, és ez a fejlesztés már meg is valósult, sőt,
megvalósult, mint hallottuk főigazgató úr előadásában, 14 milliárd forintnyi fejlesztés összességében eddig a mai napig. Ezek a tények 2010 utáról, amelyek azt gondolom, hogy segítenek fogódzót találni, hogyha dönteni kell, akkor minek alapján hozzunk meg a döntést. És hogy mit hoz a jövő, hogyha felteszünk a kérdést, hogy mi lesz a jövőben, azt gondolom, akkor is a megszerzett tapasztalatunk az, ami segít abban, hogy a jövőről mit gondolunk. Ugye hallottuk, hogy milyen elképzelések és fejlesztési elképzelések állnak előttünk, és akkor felteszünk a kérdést, hogy vajon ezek meg fognak-e valósulni, akkor leghelyesebb, hogyha arra gondolunk, hogy ami eddig történt, ki mit mondott és ki mit ígért, mi valósult meg. Ezt vesszük alapul, ez az egyszerű tapasztalat, már pedig a tapasztalat azt mondatja, hogy az elmúlt 8 évben azok az ígéretek, amelyeket tettünk, azok megvalósulnak. Így az előttünk álló nagyságrendileg szintén 12 milliárd, talán azt is meg is haladó fejlesztések is meg fognak valósulni, hiszen a tapasztalat erre vezet minket. Azt gondolom, hogy nagy lehetőségek előtt áll ez a kórház, és igen, egyetértek államtitkár úrral, Budapestről néha el kell jönni vidékre, nem csak Budapesten vannak nagyszerű dolgok, itt a mi városunkban is nagyszerű dolgok történtek az elmúlt 8 esztendőben, nem csak itt a kórházban, itt is, de az egész városban. Ez is egy tapasztalás, ez is egy tapasztalat, ez is egy tény, egy tudás, ami segíthet minket akkor, amikor döntést kell hoznunk. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy az egészségügy az utóbbi időszakban hozzájárult a város gazdasági fejlődéséhez. Kulcságazatnak nevezte, mert a befektetőkkel történő tárgyalásokon mindig szóba kerül a helyi egészségügyi ellátás. Mindaz, amit a leendő dolgozóknak, a külföldről érkező szakembereknek és családjuknak biztosítani tud a város. Egy város számára, és nyugodtan mondhatjuk, hogy régió számára kiemelt intézmény fejlesztéséről tudunk számot adni. Nem elfelejtve, hogy azt gondolom, hogy mi fehérváriak szeretjük a városunkat, szeretjük ennek a városnak az értékeit, és szeretnénk ezeket az értékeket megőrizni. És ezekhez az értékekhez az egészségügy az nagyon komolyan hozzátette a maga dolgát, és reméljük, hogy minden lehetősége megvan, hogy segítse továbbra is ennek a városnak a fejlődését. Miért mondom azt, hogy segíti? Az elmúlt hetekben nagy nemzetközi intézetek részéről jelentek meg olyan kutatási eredmények, amelyek újra több szempontból Székesfehérvárt Európa 10 leggyorsabban fejlődő térség és leginkább gazdasági fejlődés tekintetében ajánlott térségek közé sorolt. Nem veszthetjük szem előtt, hogy ehhez az egészségügy egy kulcságazat. Nem tudunk úgy beruházóval, ipari befektetővel tárgyalni, és ezek a tárgyalási nagyságrendek, ezek a magyar gazdaság összeredménye szempontjából is kiemelkedő nagyságrendek, hogy ne vetődne föl, hogy milyen egészségügyi ellátást tud Székesfehérvár biztosítani a dolgozóinak, az ide érkező, adott esetben külföldről érkező szakemberek és családjuk számára. Tehát amikor ennek a kórháznak a fejlesztéséről beszélünk, akkor ezáltal a város fejlődésének egy alapvetéséről is beszélünk. Úgy gondolom, hogy ezt nem szabad eltévesztenünk és elfelejtenünk. És igen, néha össze kell ezért hasonlítani, hogy melyik kormányzati időszakban mit kapott ez a kórház, és ezáltal ez a város és ez a régió fejlődése, előmozdítása érdekében. Úgy gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, és mindenképpen jól jelzik azt, hogy az elmúlt években számos olyan dolog megtörtént, ami persze 10 évvel korábban kellett volna, hogy megtörténjen, de erre nekünk akkor nem volt lehetőségünk, viszont amikor lehetőségünk lett, akkor közös erővel, összefogással, az állam, a kórház, a települések összefogásával ezt igenis meg lehetett teremteni, és meg lehet teremteni a következő években is. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésnél, ami egy olyan 12-13 milliárd forintos nagyságrend, és belefoglalhatik ebbe természetesen az épület, az eszközpark és egy nagy parkolófejlesztés is. Ezt azt gondolom, hogy akik ezt a kórházat akár itt dolgozóként, akár ide érkezőként használják, pontosan tudják, hogy ez az egyik legfeszítőbb probléma és gond, hogy több mint 400 parkolóról beszélünk.
Itt jogerős építési engedély van, és ahogy főigazgató is mondta, elindult a közbeszerzési eljárás. A közeljövőben csaknem 1 milliárdból fejlesztik az egynapos sebészetet, 700 milliót költenek a szakemberek lakhatásának javítására, valamint 200 millióból laborokat fejlesztenek. A Modern Városok program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb 12.000 négyzetméter alapterületű lesz. Az 5 emeletes épület része a tervek szerint 2020-ra épül meg.